A magyar kormány alapvetése, hogy minden magyar felelős, minden magyarért. Ezt mondta a kétoldali kapcsolatok fejlesztésért felelős magyar külügyi államtitkár Martoson. Menzer Tamás szerint a frissen átadott rendezvényliget lényege, hogy lehetőséget biztosítson a közösség megerősítésére, hiszen egy egységes közösség mindig erősebb az egyénnél. magyar kormány kiáll minden magyarért, független attól, hogy a határon belül vagy a határon kívül él, és hogyha a határon kívül él, akkor milyen messze él Magyarországtól, minden magyar számíthat ránk, és az a felfogásunk másik sarokköve, hogy mi nem akarjuk megmondani a külhoni magyaroknak, hogy nekik hogyan kell élniük, hanem megkérdezzük őket arról, hogy hogyan szeretnék az életüket berendezni, és mi ezt hogyan tudjuk segíteni. A Komáromhoz közeli településen a rendezvényliget átadóját összekötötték az Eszterházi Közéleti Táborral. A négy napon át tartó eseményen, beszélgetéseken, fórumokon tájékozódhatott a meghívott 50 felvidéki, Magyarország és más külhoni területről érkezett táborozó. A terítékre kerül Kárpátalja, a komoly nemzetpolitikai kérdések, nyilván a felvidéki témákat is érinteni fogjuk a következő négy napban, és talán sokkal többet megtudnak így egymásról, mint fesztiválos zajos hangulatban. Tehát inkább inkább a szakmaiságra, az érdemi munkára és a továbbképzésre helyezzük a hangsúlyt. A tábor lakóknak ezen kívül kikapcsolódási lehetőséget is kínáltak a szervezők. Kvízjátékok, koncertek színesítették a programot. Elvisszük a srácokat, lányokat egy dacmecsre, vagy a Naszfadi termálfürdőbe, vagy egy, lesz egy Kárpát-merencei is, ahol a Kárpát-merence legjellegzetesebb, borvidékeiről a legfinomabb nedüket kóstolhatják meg, úgyhogy kapnak egy jó adag felvidékiséget, kapnak egy jó adag eszterháziságot, és természetesen terítékre kerül a, a, az egész Kárpát-merence. Az első napon nemzetpolitikai és geopolitikai kérdések voltak napirenden. A Magyarország Gyűlés elnökének fórumán elhangzott. A nemzetpolitika nemzetközi érvényesülését zárójelbe helyezte az orosz-ukrán háború. Kövér László szerint egyrészt a háború minden más problémát elfed, másrészt még hátra van annak értelmezése. A cél, hogy a nemzeti közösségek ne legyenek ennek vesztesei. El kell kezdeni gondolkodni azon, hogy akkor mit évők is legyünk, mi itt európaiak. Az Európai Unió közvetlen keleti szomszédságával egy rommá bombázott egyébként is hosszú idő óta káoszba fulladó országgal, hogyan is próbáljuk meg segíteni az ukránokat, hogy újjáépítsék a saját hazájukat, a saját országukat, és hogyan próbáljuk meg ebben a helyzetben a mi nemzeti érdekeinket érvényesíteni. A fórumon a nemzetpolitika új kihívásaira a nemzetpolitikáért felelős államtitkár válaszolt. Potápi Árpád János azt mondta, a nemzet határai addig tartanak, amíg a magyar intézményrendszer hatósugara elér. Az oktatás Kulturális, szociális és egészségügyi intézményrendszeren túl ide tartozik a politika is. A magyar embereknek olyan érdekvédelmi politikai szervezeteket kell létrehozniuk, illetve támogatniuk, fenntartaniuk, ami akár helyi, járási, megyei, tartományi és országos szinten is. Erősíti a magyar közösséget és az érdekvédelmi szerepét ennek a magyar közösségnek ellátja. A nemzetpolitika legfontosabb célja továbbra is, hogy minden magyar ember meg tudja tartani nyelvét, kultúráját, identitását a külhoni területeken is.